Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig az Ancient Enemy folytatása. Lássuk! Jih! Nem csekély méret. Végtelen akciók. Betegség, járvány, mi egyéb? Hadi tanács. No de. És ez micsoda? Valami új szín, vagy valami egyéb trükk? Aha, hogy egy-egy sort föl tudunk fedni. A nézőkével. Jó. 5. Mondjuk nem jót csináltunk, azt meg tudom mondani. Tudunk innen valami értelmes irányba menni. Nem igazán. Mondjuk itt egy kicsit tudunk cheatelni. De hát ez is csak épp hogy segített. Forgassunk egyet. Hát, ha előrébb visz. Öt. Négy. Három. Kettő. Ott egy nulla. Szóval hatot tegyük meg. Nem segít. Következő. Van valami, amit kiásatunk. Majd egyszer. Kettő, egy. Hát ennyi. Sokkal nem jobb a helyzet. Ja, és most 6-ra kell. 6 vagy 6 az sok. Hát ez nem annyira oké. És mind a kettő 4-es termi... 4-4. Nem, hogy mind a kettő 4-es, hanem nagyon 4-es. Ezzel sem vagyok sokkal közelebb. Jó, a hatot meg tudjuk enni legalább. Kaptunk egy bogyót, felfedtünk egyet. Ez se segít közvetlenül. Négy, öt, négy, és akkor már csak egy... egy jó lap kell. Azért megvoltunk. 12 bogyó, ha mindent össze akarunk szedni, és nyilván össze akarunk szedni. No. De ellene nem mágikus védelemre van szükségem. Oké, két fizikai sebző. Hát... mágiára nincs védelme. Ugye jól nyomtam, igen. Jó. Lássuk.
3 kör alatt kéne lezúzni. Tehát először gyakorra föltölti az egészet, köszönjük. Jó. Oké, mondjuk ha ilyen ingyen sebzések garmadáit kapjuk. Az azért segít. Kétségtelen. Majdnem. És akkor egy 15-ös sebzéssel meg is öljük ebbe a körbe, bár picit húzhatjuk még. 14 belefér. Pörögessük, pörögessük, hát ha... Hát ezt a 9-et akkor húzzuk be. A 0-át nem szabad, mert azzal ugye megölnénk magunkat, gyakorlatilag. Csinál bele 8-ast, igen. Akkor viszont tényleg jó. Na hát többet nem fogunk viszont elvárni, mert minek? Hajtszer le van gyűrve. Ingyen és bérmentve. Ez mondjuk hasznos védőlap. Mágiából csinál fizikai védelmet. Adott esetben jól jöhet. Csináljuk meg ezt az oldalágat. Bandita! Alapvetően ugyanaz, mint az előbb volt, nem? Ja, mit csinál ez? 7 extra akció, az nem hangzik jól. Oké, tehát lesz majd fizikai védelme. Nem biztos, hogy érdekes, hogy mit csinál. No, most ezért már érdekesebb. Dobjuk be. Tekerjünk egyet. Ez ugye ingyen támadólap. Ingyen lap. Tizenhárom, azzal nagyjából be is vagyunk fejezve. Kilenc nulla. Kilenc nyolc.
A 7-re lemehetek, maximum visszamegyek a 8-ra. Most már kérhetnék újat, de inkább 22-ért befejeztük ezt a menetet. Masszív overkill-lel. Na, hát amíg így haladunk, az teljes, és kaptunk vissza egy virmet. Az mindig nyerő. Lássuk a kőkörünket. Kulcs. Zárt lap. Mi egyéb? És hol vannak a felnyitók? Vagy majd találunk, vagy nem. Először tekerjük meg. Nem sokkal jobb. Egy kulcs. Azt tegyük meg. A héttel nem vagyok előrébb. És egyiket se tudom eléggé húzni, jöhet a következő lap. Wuhú! Egy, kettő, a hármat viszont nem látom, nem tudom használni még. Úgyhogy igazából valami ilyesmiben bizakodtunk. Ja, hogy az... Az hatos. Virm jöhet. Jó. Ebből csinálunk egy hatot. Nem négy, négy is jó nekem. Valóban. Egy. Kettő. Egy. Van elég, úgy érzem. 7, 6, 5, 6, 5, 4, 5, aztán meg majd abból a csomagból megyünk tovább, ha húzunk egy odavalót végre, vagy nem. Te mi vagy? Új képesség. Ezzel előrébb vagyunk, mert fölfedünk új dolgokat, ami még hasznos lehet. 2 9-es, na-na. És utána egy 9-est húzunk, mert az a 100% haszontalan. Nem, mint a nagyon kéne, ez a bogyó, a passzív volt a lényeg. Arc. Mágikus cuccot fog. És... 5-ös mágikus sebzés. No, hát akkor egyrészt átállítjuk a mágikus védelemre. Nem különösebben izgat. Több filmkártya, az jöhet. Random kijátszható. Nem. Az nem izgat. Egy nagyobb fizikai sebző lap az jól jönne.
De hát ez van. Nem ez volt az előző leosztás, itt egy csomó piros kártya volt nekem. Tényleg random újraosztja? Tényleg. Hát, nem ugyanaz, és akkor lehet itt randomolgatni, hogy mit, hogy merre. Oké, Vim jöhet. Nullás van. Technikailag lehet. Egyik 9-esből csinálunk nullást. Nem nullás lett. Úgyhogy egy vírmet el kell használni, de akkor... Kilenc, nyolc, kilenc, nulla, hatvanöt, az még kevés, kevés a kombóból. Öt körünk van. És ez fog támadni öt mágiát, úgyhogy ezt mindenképpen kell majd használni. Kérdés, hogy akarunk-e még valamit előtte? Egy keverést bevállalhatunk. Itt lehet, hogy nem itt kéne, ki tudja, azt majd kiderül. Van egy nullánk. Erre az egyre. Egy random föltöltés. Azt megesszük. Keverjük újra. Tehát nem lettünk előrébb. Pajzs. Bár egyébként hülye vagyok, volt elég random védelmünk. És akkor lehetett volna azt a szép nagy sebzést használni. Hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt elszúrtuk. Na mindegy, az öttel fölnyitjuk. Öt. Három. Kettő. Oké, és akkor egy 13-as sebzést kihoztunk, ami nem rossz. Mit tudunk itt csinálni? Semmit igazából. Mondjuk egy párat azért megeszünk. Na. Oké, és ebbe a körbe be kéne fejeznünk. Technikailag megvan, mondjuk sérültünk, ami nem jó, de hát ez van. Kaptunk egy virmet. Annak nem örülök, hogy az újrakeverés, vagy az új tábla kérés, az elviszi a kört. Az
az egy kicsit nagyobb büntetés, mint szerintem célszerű, vagy helyes. Vagy jó, vagy hogy mondjam. Hát 2-0 nem kell, mert azzal nem tudok előrébb jutni. Keverés talán jobb helyzetbe hozza. Oké, 4-esünk nincs, úgyhogy inkább az 5 felé menjünk. Hat. Hét. Nyolc. 7, 8, 4, 3-asunk van. Ugye tudunk menni egy 9-re, de 8 úgy sincs innan már. De igazából az se sokkal jobb. Hát ebből tudunk csinálni egy nullást. De akkor meg egyes nincs. Ez egy hatos. Az nem segít, az még nem egy használható nyolcas. Még. De majd legközelebb. 7, az nem egy olyan jó, bár relatív. Legyen ez, és akkor legalább elfogyott. Nem tudom, melyik irányba jó. Meg inkább egyikbe se. 4. Hát vagy az 5-öt, vagy az 1-3-at megesszük. De az 1-3-at, és akkor nagyobb választék maradt későbbre. Plusz ott egy extra 9-es, hát az nem a segít. Ahogy ott volt egy 2-es vak, mert vak vagyok. De van undunk. Segít valami? Mondjuk akkor még egy 3-as meg tudunk enni. Jó, kész. Szabadítjuk azt a 9-est. Van még egy 8-as, vagy valami nincs. És az 1-esek gyűlnek föl, ha jól látom. Ez egy 6-os. 2-es nincs. Úgyhogy akkor a 6-osra menjünk. 7-5 nincs. 5, köszi, akkor rossz irányba mentünk, de ezt ugye utólag tudtuk meg. És ha nem lennék teljesen, ez az elforgatott rész, ez nem annyira szimpi nekem. Mivel van egy nullás. Itt egy 0-9, vagy egy 2-3-4-3. Az több. Az egyszerűen több. Ráadásul még vissza is tudunk menni. Van egy 0-1. Mondjuk a 8. Ez se egy rossz csomag. Oké. Pak-pak, és nem csak egy 8-asunk maradt. Uhú. Olyan nagyon nem volt hibátlan, mint szerettük volna. Úgyhogy azért annyira nem lelkesedhetünk. Na milyen szörnyike jön. Egy szimpla bandita. Ellene jók vagyunk. 6 kör.
20 HP-ra? Mi a fenér ilyen veszélyes? Ja, hogy nem jó védelmünk van ellene. A fagy az nem érdekes, mert nem fagyra van a támadó lapunk. Oké. Négy. Szoszó. Egy 5-6 az nem egy rossz csomag, de nem is jó. Kilencből 9 lett, ez nem segített. Azt mondja, hogy keveréssel járok legjobban. Mert följön két, sőt sok csak úgy levehető lap. Ezt húzzuk a... hát nem ebbe az irányba gondoltam. Hogy kettő lett belőle. Négy. Hát a három az nem kérdés. És akkor tudunk egy ötös sebzést betolni. Gyógyulni fog, de... aktiválva van a bogyókánk. De messze nincs olyan kombónk, ami ebből is segítene nekem. Mekkora kombó kéne ahhoz nekem? Jóval nagyobb. Mert egy 9-et be tudok húzni, de az 9 és csók. Kombó kell messze hozzá, hogy jó legyen. Igazi kombó nincs. Ebből van valami, hogy pazaroljunk egy kört. Na így hülyeség volt. Ezt így nagyon elszúrtam. Ezt lehet, hogy újra kell majd játszanunk. Ezt a harcot. Mert ezt teljesen eldobtam, ezt az akciót így. Sőt, szinte biztos, hogy újra kell, mert most védekezik, meg támad, meg stb. Nem, ez most 2-3 kört eldobtam. Ezt fogjuk újra, ezt a menetet, ezt a harcot. Hát ezt csúnyán bebuktuk. No. Hat. Hét. Nyolc. Nyolc. Kilenc. Most a nagy kérdés, hogy melyikkel járok jobban. Ez biztos jó, mert ez több akció. Keverjük újra, hát ha ad ingyen dolgokat. Ami hasznos. Igazából lesz egy fizikai támadás 3, vagy ha semmi egyebet nem csinálunk. De van még egy ingyen keverés. Kicsurgott.
Az azért jóval kevesebb. Sőt, az lehet, hogy annyival kevesebb, hogy nem oké. Jó, hát itt igazából egyébként nincs is mit cifrázni. Oké. Az beütve. Fröccs. No, hát ha figyelek a sorrendre, akkor sokkal jobban állunk. Rövid válasz. Oldalág oldalágainak oldalágai. Tüskés golyónk. Gyanús összeszerelt alkatrészekből álló kolléga. Na mennyire erős a gyanús figuránk, és mit tud egyébként? 7 fizikai. Öt sötét mágikus. 7 fizikai támadó. Oké. 3 körig méreg, meg gátolja a sosót. Vagy mi az a vérzést. Úgy látom, sokkal jobbat nem tudok. Ahogy azzal feltöltve jön. Ez jól hangzik, nem. Keverjük, mert olyan nem volt, amit tudok is használni. Most se sokkal jobb. De ezt be tudom húzni az irányomba. Nem segített. Keverjünk még egyet. Van védelem mondjuk. Ami nem fog ártani. Öt körünk van egyébként legyűrni, tehát sok akciónk nincs rá. Ja, hogy teljesen hülye voltam. Ja, hogy több, mint teljesen hülye voltam. Na jó, hát ezt csúnyán benéztem. Ezt csúnyán benéztem. És lehetett volna egy nagy sebzés már benne. Virmet kikérjük. 15. Az 15, azon nincs mit cifrázni. Hozzám vágja a mérget. Hopp, egy ellentámadás. Oké, ebből mit tudok kihozni? Mondjuk lehet, hogy egy új pakli kéne.
vagy simán megvagyunk. Mert 5-öt tudunk rajta sebezni. És akkor kis sebzéssel, de megvagyunk. Hát ez nem volt egy tiszta menet. Csúnyán buktunk ott egy sorrendiséget. De végül megvolt. Oké. Újabb zóna. 6. Az jó, mert 7 kéne. Mondjuk, ha megesszük a 6-ot, akkor a 7-et meg tudjuk enni. Keverjünk, hát ha segít. Hát, majd nem. Majdnem segített, csak nem. 9, mondjuk egy 0. Melyik? Mondjuk így ideális. Így ideális. Oké. 3, 2. Azt hiszem ez hasznos. Ezt végre kiszedjük. Újabb 3-as, mert miért ne? Haszontalan lapok. Oké. 7. 6. 5. 6. 7. 8. 9. 8. 9. Gyanús gomba. Semmire nem jó. Ez kellett. Nem, szerencsénk volt. Szerencsénk volt, de... De majdnem elszúrtam. No, mi volt az a gomba? Viszont... Öt. Fogyó. Hát, az nem segít. Maradjunk annyiba. 4, hát te sem segítesz. Különösebben. Jó, mondjuk az egy nagy részét meghozta a védelemnek. Öt. Négy. Tekerjük. Egy kiszabadított, még egy. 3 van, ez egy nincs. Kettő, egy, nulla, stb.
Oké. Oké, 15 sebzés, persze, hogy 15. Mindjárt jobban hangzik. Fröccs. Még egy gombát. Mert az annyira kell. Gombák. Most milyen szörnyike? Semmilyen. Lássuk! 3, 4. Azt csók. 5, de az sehova nem vezet, vagy 3, mi szintén nem sok helyre vezet. Egyik meg ezt a 0-át. Nem segített. Jó. Keverjünk. Legalább van egy 4-es. Ezt közelebb húzzuk. Kulcs, helyes. 4-5. És megállunk, vagy 2109. Nyolc, kilenc, mondjuk ezt a 9-et kellett volna akkor. Ezt elszúrtuk, és akkor ott lenne egy újabb nullánk. Nem mintha segítene, de lenne. Azt hiszem ennyi volt. Egyes kell, semmi. 7, az majdnem. Kettesünk nincs, persze, hogy nincs. Na, végre valami, ami használható. 7 és beragadunk, vagy 6-4. És most beragadtunk. 0, az egy 9-re jó. Virm. 9. Aztán ennyi. Van egy 6-os. Hetes. Na mindegyettől még fogjuk és szedjük, amit lehet. Nagyjából. Ez majdnem mindegy. No. Hát, ettől nem lettem előrébb. Még egy 7-es. Szedjük ki. Nagyjából ennyi. Ez 2-t fed föl, úgyhogy elvileg jobb. Aztán majd kiderül, hogy tényleg. Remek. 5-6. 9-8. Meg vagyunk. És azt hiszem, akkor már csak a boss van hátra, igen. Lássuk. Lássuk a szuper szörnyikét. Táncoljunk együtt.
25. 6 kör alatt kéne rendezni. 6 fizikai védelem, 6 fizikai sebzés, meg 3 fizikai és 3 mágikus. Az hasznos. Hát egyetlen a fizikai védelem kell. Azt hiszem ezzel járunk jobban. Slashing. Nem mintha lenne másfajta fizikai támadó lapom. 9-0 vagy 7. 6, 7, és meglátjuk. Öt és meghalunk, vagy 6, 7. Nem, akkor az ötre le tudunk menni. Oké. Ingyen sebző, még egy kulcs. Oké. Feltölt mindent, remek. De most tudunk sebezni egy 15-öt. Az azért nem rossz, úgy érzem. Oké, egy 6-os sebzés vár ránk orcába. Na, ez most azért segít. Akkor csak néhány pofon kell. Keverjünk, hát ha segít. Egy védelem, egy ingyenlap. Kettőnél megállunk. És akkor meg vagyunk. De hát íme a 15-ös overkill. Ez nagyon erős, ez a 9-ből csinál kombóval csomagolt bónuszt. Ez a brutális sebzéseket lehet kiosztani. Ó! Ez se rossz. No, lássuk a következőt legközelebb. Öt sebzés és méreg, ha kombózunk. A 10-es kombó van. Jöhet, csak nem örülök. Az nem. De ez a tömeges kiütés. Azt tetszik. Megvehetném, de fölösleges. Minden harc után egy-egy gyógyulunk, vagy többet gyógyulunk. Vagy több sebzés, ha kevés a HP-nk. Egyik sem jó. De a harc után gyógyulunk, ez legalább nyomokban hasznos. Mondjuk ez 6-os sebzés,
Csak nagyon valószínű, hogy valamennyit felfog belőle. És ugye nem olyan jó a szorzók se. Ha lehetne két mágikus támadásunk, akkor valószínűleg ezt a mérget beraknám. De mondjuk nem lenne értelme, mert akkor egy csomó lapot nem használnánk jól. Na mindegy. Innen folytatjuk. Már ennyi.